hagyománytól eltérően idén nem pünköstkor, hanem augusztusban vették fel a bérmálás szentségét a fiatalok ünnepi szentmise keretében a Hévízi Szentlélek templomban. A járványhelyzet által okozott nehézségek ellenére a 30 hévízi, rezi és vindornya szőlősi bérmálkozó lelkesen készült a vizsgára és a bérmálásra is. A készülési idő nehéz volt, mert ugye a vírus miatt online oktatás volt, és hát szóval ez egy kicsit döcögve ment, de amikor megtudtuk, hogy mikor lesz a bérmálásnak az időpontja, akkor a plébániára jártak be a gyerekek rendszeresen, és azt lehet mondani, hogy becsületükre válik. Minden egy gyerek itt volt, és a szülők sem tiltakoztak, hogy a szabadságok ideje alatt a gyereknek be kell járni itt arra, hogy fölkészüljenek a bérmálás szentségének a méltó fölvételére. A bérmálás az a személyes pünkösd, amit egykor az apostolok is megéltek. Felvétele által már nem a félelem az, ami megjelöli a fiatalokat. Innentől Krisztushoz tartoznak, és Isten munkatársként meghívta őket, hogy az emberek között ők legyenek a remény követei. A bérmálás szentségét dr. Takács István általános érseki helynök adta fel a fiataloknak. Ha ilyen személyes pünkösdként éljük meg a bérmálást, akkor az valójában egy meghívás átlépni a félelemből az örömbe. És mindazt, amit ezek a ifjak hallottak, tapasztaltak, megéltek a hit részéről, atyákon, szüleiken, bérmaszüleiken, egyéb más tanúságtevőkön keresztül, ez most élhet személyes tanúságtételé. A Szent Háromság titkának hasonlatában a Szentlélek, mint a nap melege jelenik meg, akit nem látunk, de megeleveníti a dermedt világot, újjászületik általa. A titok magyarázható a keresztvetésen keresztül is, ebben a kontextusban a Szentlélek az, aki mindent elkövet azért, hogy majd életünk végén Isten ölelésébe megérkezzünk. A bérmálás szentségének felvétele szintén ezt készíti elő a Szentlélek által. Ez egy nagyon fontos esemény számomra, mivel a bérmálkozás alkalmával a Szentlélek lesz áránk, hogy megerősítse minket a hitünk megvallásában, hogy az életben tanulja lehessünk Jézus Krisztusnak. A járványhelyzet adta nehézségek ellenére a diákok elhivatottan léptek az öröm útjára, amelyhez számos online és tantermi óra, valamint gyakorlás árán jutottak el. Testileg és lelkileg készültem fel erre az egészre, de főleg inkább a hittanórákon, a mai napra, a vizsgán pedig sikeresen teljesített mindenki. Vedd a Szentlélek ajándékának jelét, béke veled. A bérmálás szentségét a prédikáció után adták fel.